Köszönöm a meghívást. Talán azzal kezdhetném, hogy a pillanat iszonytató nagyszerűsége szorítva hat lekebelembe, mert az ember meg van hatva, nem csak azért, mert Koch Máriát is ismertem, és mert az életem szenteltem az orvostudomány bizonyos területeinek, de azért is, mert mély meggyőződésem, hogy nemzetünk jövője a feladatukat egészségesen és boldogan teljesítő szülőanyák sokaságán múlik. És hogy boldogan teljesíthessék, ebben óriási szerepe volt Semmelweisnek, és mint a Semmelweis Emlékbizottság elnöke, kötelességem és felelősségem misszionárusi munkaként, én most önöknek egy picit bióhéjben, még akkor is, ha két percre hosszabb lesz, de addigra majd ember is megérteni, elmondhassam és összefoglaljam, hogy igazából hát mi is történt. Mindenki ismeri Semmelweis történetét, de mégis van benne valami, amit mondjuk el. Ugye Semmelweis volt az, aki mikor 30% mikor ezt nem világít elég, nem, szóval nem lehet fogadni sem, és nem látszik. És nem elég látszik. Ja, onnan látszik. Akkor mondtuk. Tehát kérem szépen, hiszik, nem hiszik, 30%-a 180 évvel ezelőtt a szülőanyáknak, akik egészségesen bekerültek a kórházba, időnként meghaltak. Nem kerültek ki, borzalmas lehetett ez az élmény, és Semmelweis volt az, aki ezt megoldotta a gondot, és erről szeretnék is beszélni, de előtte emlékezzünk arról, hogy ő a világon legismertebb magyar orvos, 2015-ben halálának 150. évfordulóján az UNESCO fölvette az összes tudományos munkásságát a világ emlékezetébe, könyvébe, tehát amíg él, amíg világ van, addig Semmelweis ott van. De azért hangsúlyozzuk, miért kell 200 év után még mindig visszafelé fordulnunk? Hát ez nem visszafelé fordulás, mert kutatási eredményei ma is érvényesek. A ma kórházba kerülők 10%-a kap valami olyasmit a kórházba, ami nem olyan jó. Ennek 70%-a fertőzés, és ennek nagy része kézmosással megelőzhető lenne. Munkássága tragédiája üzenet mindnyájunknak, mai napnak, a jövő generációjának, és aki a múltat megérti és megérteti, az a jövőt megélteti, tehát igazából ez egy jövőbenézés. Mindenki ismeri a történetet, hogy Semmelweis, mikor elvégezte az egyetemet 24 évesen, bécsi kórházban nőgyógyászatra bekerülve észrevette, hogy két teremben vannak a szülések, az egyikben a bákbákat oktatják, a másikban az orvostallgatókat, és a statisztikát kezdte ellenőrizni és ellenőrizni, mert iszonyatos nyomást gyakorolt a tény rá, hogy a kezei között halnak meg az egészséges emberek. Ráadásul kiderült, hogy mind a két szobában 3000 szülés volt az elmúlt években, és az egyikben 60-an, a másikban pedig 800-an halt ebbe. Most képzeljék el, hogy dolgozik valaki, ugyanúgy, mint a másik, becsületes, tisztességes orvos, és a kezei közt hal meg, de senki nem tudja mi. De mit csinálnak ilyenek az emberek? Mi is így vagyunk, bármi rossz történik, magyarázatot kell találni. Magyarázat nélkül nem tud az ember élni. A magyarázat iszonyatosan érdekes, mert ki azt mondta, hogy a tellurikus hullámok, ugye földből sugál, a mi az, ami a földön túl, Isten tudja micsoda, de azt is mondták, hogy tulajdonképpen a túlzott szexualitás szégyelje magát az, aki élvezi az életet, tisztes polgárasszony nem csinálja, és aki élvezi, Isten büntetés az egyik szobában, ahova véletlenül kerültek be, meg a másik szobában. Ezt a különbséget nem zavartatta őket, hogy ezt így nehéz magyarázni. Az se, hogy azt mondják, hogy a papok, mikor az utolsó kenetet eljönnek feladni, akkor a szegény kimerült, szexuálisan túlélvezett emberek ottan fekszenek, és a lelkiismert furdás következik, amikor meghallják ezt a hangot, akkor csengőfrász kapnak, úgy, mint az 50-es években ugye Magyarországon. Hát ez mindnyájunk számára nagyon furcsa. Rossz levegő, stb. Minden még szóba került, és Semmelweis 25 évesen fölállt, a vad magyar, akit így szólítottak, aki átúszta a Dunát, aki végig táncolt a Bécset, egy fiatal, jókedvű ember, akit belefeledkezett ebben, mániákussá vált szinte, és megfigyelt, boncolt, dolgozott, statisztikát csinált, tehát ő az epidemiológia megalapítója,
állatkísérleteken bizonyította, tehát ilyen értelemben a kísérletes kúr lett a megalapítója, később az eredményeit, és ennek persze meglett az eredménye, de mindig van egy véletlen, Kolecska kollégája korboncnok volt, megsérült, úgy sérült meg, hogy boncolás közben, meghalt, és amikor ő belenézett a jegyzőkönyvbe, azt látta, hogy a jegyzőkönyv adatai pontosan ugyanazok, tehát hashártya, mellhártya, stb. Gyulladás, mint azok a szülőanyák, akik egészségesen jöttek be. És ugye azt írja, hogy iszonytató erővel csapott le akkor az gondolat, hogy itt hullaméregről, vérmérgezésről volt szó. Én rövid mondatban bárki kérdezhetné, de hol vannak a baktériumok? Ebben az időben már mikroszkóp ismert volt, de a bécsi kórház baktériumokra olyan aktíva nem volt a tudatban, pedig bizonyos értelemben persze lehetett volna, de ez nem von le abból a nagy dologból, hogy ő nem csak fölfedezést csinált, az igazi tudós nem az csak, hogy kutat és ott elefántcsontba hozza az eredményt, hanem aki megoldja a problémát, aki megelőzi. Tehát abban a pillanatban, amikor rájött, elkezdett gondolkodni, hogy lehet ezt megelőzni, és rövid időn belül rájött, hogy klorina likvida, vagy olcsóbb klormésszel ezt lehet megelőzni, és láthatják, hogy júniusban a 30% 2,38, persze ugrál időd, mert a kézmosás nem van egyszerű. De kérem szépen, fölmerül a kérdés. A bécsi orvosok ebben a nagy egyetemben nem mostak kezet, hát lehetséges ez? Mit mond erre Semmelweis? Egyrészt előtte gondoljunk arra, hát már a bábák is mostak kezet. 1818-ban Zsoldos Jánosnak megjelent a bábák a könyve, hogy olajjal, zsírral, mésszel, szappannal, ecettel, minél fertőzöttebb. Tehát ezt mindenki tudta, sőt évezredek óta a rituális kézmosás, az benne volt a szabályzatban, tehát ezt nem lehetett eltéveszteni. Hát akkor mi volt Bécsben? Kérem szépen Bécsben, azt mondja maga Semmelweis, itt leírja a saját könyvében, hogy a kezeik megfertőtetvén minden szappan mosdások dacára az tisztálkodás elégtelenségét, rosszaguk árulták el. Tehát mostak kezet, csak nem eléggé mostak kezet. Ez valaki nem hízi, pucoljon a csirkét. Én még gyerekkoromban itt Pesten is csináltunk, hogy az ember pucol, és utána megszólaltak, hogy ilyen mosta meg, az úgy kell. Jó, de hogy most azt mondják persze, hogy ez vicc. Hát ebből akarunk mi nagy ember csinálni, aki kéz most, hát mindenki tudta, kérem. A 21. század magas impafaktorú cikkei ma még mindig nézzék meg az interneten, számos panaszt és betegség terjedést írnak, mert a kézmosás még mindig elégtelensége egy abszolút komoly gyakorlatias kérdés. Nincs idő arra, mert nem kaptam időt itt gépekről, meg izékről, hogyan lehet, nem kaptam elég időt Semmelweisre, de hát értem én ezt. De mi lett a felfedezés eredménye? Az ember azt várna, hogy felfedezed, megdicsőül, valamikor, azonnal kidobták az egyetemről. Ugye ez a kidobás, ez a Rókus kórházba végig is fölvették, először nem is fizettek, az is hosszú történt, de Rókus kórházba se fogadták szívesen, piszkát, így úgy, de 1% alá. Valaki kérdezi, hogy ma ez mennyi, 10 000-ből egy szokott így meghalni, de 1% persze az is bonyolultabb dolog, de nagyon kicsi a szám, de akkor ez forradalmi szám volt, hogy 1% alá levitte, ami fényes bizonyíték volt igazából eredményének. A sors kiszámíthatatlan, Isten keze dolgozik, 39 éves baloldal, 7 évvel később, kérem szépen 70 éves vagyok, de én nézek így ki talán, ugye, tehát, és ő még csak 46 éves volt. Mindenki bántotta, mindenki nekiesett bizonyos értelemben, elvitték egy bolondokházába, ahol az persze utólag kiderült, hogy idegrendszeri szifilisze miatt megváltozott a viselkedése, dühkirötörései lesznek. Ez egy csomó minden, de a legérdekesebb, hogy a bonc jegyzőkönyvben, hát egy csomó ugye sérülés, meg minden le van írva, ami alapján itt újságcikkek jelennek, meg megölték, stb. Nagyon nehéz megmondani, már csak azért is, mert kérem szépen a bonctani jegyzőkönyvet 112 évig letagadta az intézmény. 1977-ben az egyik Németországban élő magyar kutatóhoz megérkezett levélben a bonctani jegyzőkönyv, amit addig tagadtak, de ez se segít nagyon, mert ebből látszik, hogy szifilisze volt, látszik, hogy tele sebbel, vérmérgezés, az közvetlenül halálok vérmérgezés, de hát legyünk őszinték, hogy egy zárt osztályon, ha valaki dühkitörései vannak abban az időben, hát nehéz ezt részleteiben magyarázni, meg átgondolni, de minden esetre a bonctani jegyzőkönyvben is mindenféle piros tinta, meg kék tinta kis megjegyzések, senki nem tudja megmondani, hogy az
másnap, egy hét múlva, vagy az alatt a 112 év alatt időnként valaki hozzáírta, ahogy éppen gondoltak valamit. Minden esetre család népváltoztatást csinált, tanainak olyan elhallgatása volt, hogy a szemmel, bocsánat, akkor nem volt szemmel, a budapesti, még akkor ez még csak egyetem volt, Pesti Egyetem, Pesti Egyetemen a következő tanszékvezető, aki, hogy hívják utána, jött Szemmelweis, nem engedte, hogy a Szemmelweis nevét kiejtsék. Szóval a megtagadás iszonyatos volt. Virchow például 1858-ben eljött előadni az akadémia. Virchow ugye egy nagy sejtpatológus, világhírű. Ő még mindig azt mondta, hogy a gyermekágyi láz, a gyulladás, a fáradtság, a stressz, és egyetlen egy magyar professzor nem volt, aki 11 évvel, 47-ben volt a felfedezés, fölállt volna, és azt mondja, de kérem, volt Magyarországon egy Szemmelweis. Mit mondott a világ? Mindenfélét. Tapasztalatok nem igazolják az ő eredményeit. Olyan egyszerű ez a kézmosás, nem így lehet igaz, mi is. Ráadásul az orvos úriember, és az úriembernek tiszta a keze. Most ezen nevetnek, de ez le van írva. Szóval ez az élet. Listerrel ugyanezt történt. 1885-ben még látták bemenni, operálni, úgyhogy kezet nem mosott, csak fertőtlenítőszerrel telentette a sebet. Aztán egyszer csak szép lassan, ahogy illik persze, és méltó is, eljött a megdicsőlés. 1906-ban ugye látják, hogy itt van alajos szobra, Kórus kórház, de a Chicagói Sebészeti Múzeumban a 12 leginnovatívabb orvos egészségügyi alak között, Hippokrates és egyéb nagy emberek között a 12-ből, a világ 12-ből az egyik a Szemmelweis. Kérem szépen, az Ecserin véletlenül pár éve találtam egy könyvet, ami az volt, hogy Szemmelweissel, én Ecserre járom be, Szemmelweissellek beszéd, felveszem, és soha nem hallottam róla, pedig a Szemmelweis Emlékbizottság tagjogoltam korábban is, és a végén kiderült, hogy 1906-ban az Orvos Kaszinó megalapította ezt a serleget, és minden évben volt egy nagy beszéd, sőt, könyvbe is kiadták, és akkor mentünk keresni a serleget. Azt mondták a Szemmelweis Múzeumban, hát ott itt van, a kartotékon, a serleg eltűnt, persze félreértés nehézség közben volt másik világkábrú, lehet, hogy kenyér lett, ki tudja, de azt mondtam, ebből csináltassunk egy újat, és találtunk egy embert, aki a pápának is csinál, ugye, nem ezek klasszikus módszer, ez nem olyan egyszerű csinálni, 385 órát kalapálta Németországból hozott ezüst lemez, hogy kuppa formájú legyen. Elképzelhetik, hogy ez milyen munka lett. Ilyen nagy, és amikor elkészült, ilyen szép lett, és ezt az egyetemnek adományoztuk, mint élő rektorok, hogy ez legyen a zászló és a jogar után a harmadik igazi szimbólum az egyetemnek, amíg a világ áll. Kérem szépen 2015-ben a történet... Hány perc van? Még nem jött már rád, akkor még mondom. Kérem szépen, 2015 tavaszán Palkovicsnak, már az államtitkárnál tárgyaltunk egy teheráni, én véletlenül Teheránban is professzor vagyok, egy teheráni csoporttal, és mint az akkori halálának 150. évfordulójának az ünneplése miatt eszembe jutott, hogy megkérdem kollégákat, maguk tudják ki a Szemmelweis? Egymásra néztek, és bólogat, hogy ne tudnám. Mondom, és csak úgy véletlenül eszembe jutott, és van maguknak Szemmelweis szobruk? Egymásra néztek, ebben nincs. És erre azt mondta, és én mondjuk, tehát olyan durván, hogy szégyeljék magukat. Amire én szégyeltem el magam, hogy ez nem illik, de mentsük legyen, mondva, hogy egy hónap múlva fölhívtak, és azt mondták, hogy ha segítünk, csinálnak egy szobrot. Elkezdődött, ez volt áprilisban, és évvégig föl kell adni. Most talán egy szobrászt, aki megcsinálja, aki elkészíti az odaszállítást, a fölavatását. De iszonyatos munkában addig dolgoztam, amíg három hónap múlva szállításkés volt a szobor. Igen ám, közben észrevettem, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, miután a szankciók akkor szültek meg, megy ki, tehát megkértük, javassák, ennek is egész könyvet írt, nem könyvet, de könyvfejezetet írtam erről, mert elképesztő történt, hogy egy kormány mennyi idő alatt ismeri föl, hogy Szemmelweis fontos. De a lényeg az, hogy óriási beszédet tartott Orbán Viktor miniszterelnök úr, a következő delegáció, aki ment, az az olasz volt, ő már egyetemen akart előadni. Azt mondta, csak akkor megy, hogy egyetem alatt ő is először, óriási húzatja van. És ráadásul ma már koszorúzzák, simogatják, persze nem olyan egyszerű azért titokba, egy avicséna szobrot is kellett 100 méter odébb avatni, hogy meglegyen az egyensúly.
De most itt vagyunk 2018-ban, ugye a 200 éves a születés, ez egy nagy ünneplés, ez egy igaz évforduló. A Semmelweis Egyetemen múlt a 29-én avattuk fel Madarsérőnek a vizitációját, ami aki ismeri, a MS Mesternek a kíres festmére 1500 körülről azt tudhatja. Ezen kívül észrevettem, hogy 2017-ben, szeptember 11-én, pont az a napon, New Yorkban egy Ray Lustig egy operát mutattatott be, amit ő szerzett, Semmelweis opera. Fölhívtam, mondom, maga magyar? Nem, mondom, hát mi köz a Semmelweishez? Hát olyan érdekes. Mondom, hát hogy jut eszébe Amerikában lakják a Semmelweis? Azért persze mindig van megoldás, a felesége sebész, szóval legalább a tematikusan közelebb volt, de meghívtuk, éppen két napja Bécsben voltam, egy másik szoboravatás, és ott oda jött hozzám valaki, hogy hát ő is szeretné a Lustigot meghívni, de ez Bécsben nem megy így, ez legalább másfél év, mire ez majd úgy elintéződik. Szóval mi fél év alatt elintéztük, június 9-én az Opera Plus Fesztiválon Miskolcon már bemutatásra került, és nagy sikerrel, és nagyon hálásan köszönjük, vagy mondom köszönetet fővédnökünknek, Áder János köztársaság elnök úrnak, aki elvállalt az elnökséget, miniszterelnök úrnak, aki ezt igazából emlékévé nyilvánatta, és mindakinek, aki ebben részt vettek, és így például, hogy a Nemzeti Bank pénz, 10 000-es pénz, mindenki fektessen be. Ez 10 000 forintért megveti, 10 000-ért vehet benne, de, mert ez egy pénz, de jövőre ez már sokkal többet fog meg, pláne 200 év múlva érni. Ugye. Ráadásul emlékbélyeget is nézzék, milyen érdekes. Első napi bélyegzővel az egyetemen mutattuk be nemrég, nincs rajta Semmelweis, de ez egy ilyen sokkal szebb dolog. Tarlós István főpolgármesternek meg köszönöm, hogy levelet írtunk neki, hogy ezt a Rókus Kórház előtti kis teret, ahol a szobor is van, ugye ez a Gyulai Pál utca vége, nevezzék végre Semmelweis térnek, ne úgyhogy a Gyulai Pál utca valamiféle vége, és visszaírt, hogy nagyon egyetért és közgyűlés elé terjeszti. Az egész emlékév úgy kezdődött, 2017. októberében sikerült bemutatnunk 50 év után Jens Bjørnebo Semmelweis című színdarabját, amit Magyarországon nem is ismertek, Mécs Károly nagyon segített ebbe, és végül is múlt héten a Deák téri evangélikus gimnáziumnak a amatőr színjátszó gyerekek, 14 éves, 16 éves gyerekek előadták az anatómián, az egy ilyen 100 év körüli terem, tehát nagyon jól néz ki, előadták ezt a színdarabot, és olyan átélés, hogy a Réthei rektor úr, a professzor, látta, majdnem megkönnyezte. Megegyeztünk abban, hogy majdnem jobb volt, mint a Nemzeti Színházi előadás. Egy könyvet kiadtunk, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, majd a szeretném végül átadni az itteni könyvtárnak is, és kérem szépen, újabb szobrokat avatunk, higgyék, nem hiszik, felavattuk már Észak-Komáromban, Berlingen, Prágában, Regensburgban, most jön Krakó, Toronto, Marosev, Maribor, Los Angeles, Bécs, Tokió, Budapest, és tárgyalás alatt vagyok Moszkvával, New Yorkkal, Reykjavikkal, meg az Irvine Egyetemről Los Angelesben. Úgyhogy sokat dolgozunk ezen, itt az egyik avatás Mariborban, itt van például a prágai, az Észak-Komáromi, szép szobrok, és jól eltaláltuk a helyét is, és kérem szépen utoljára emlékezzenek, hogy Semmelweis ugye minden korban megvan, minden hősnek egy persze változó értékelése, nem véletlen, hogy Semmelweis reflex kifejezés megjelent az angol száz nyelvterületen, Magyarországon nem mindig ismerik, ez nem a reflex, hogy ide ütök és akkor ugye az ideg megugrik, hanem az, hogy valakinek valami újat hozunk, ami az eddigi nézettel szembe menő, és akkor reflexzerre azonnal mindenki, hogy azért se, tehát nem. Kérem, Semmelweis örökségének megőrzése és továbbadása nem csak emberi, erkölcsi, szakmai kötelesség, de honpolgári büszkeség is. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.